Hát sziasztok, Exők, és ez itt a Sims 2 Rebelt élete. Hát igen, jó rég voltunk itt. Na és aztán hol is hagytuk abba. Először is minden úriembernek megnézem a szükségleteit, meg hogy mit, hogyan mi kéne tenni. Ahogy látom, mind a kettőjüknek szabad napja van, addig jó. És ahogy látom, hogy neki kéne fejlődni, mármint Robertnek, eléggé sok mindenben Ninának is kellene fejlődni. Nos. Ugyebár ott hagytuk abba az előző részekben, hogy hát csináltam egy értelmes hátsó kertet, ami számomra is tetszik, úgyhogy ura. És hát ez itt szerintem egy egész jól néz ki. Arra lennék kíváncsi, hogy Ninának nincsen ilyen hülyesége, nincs még. Mint Robertnek ez a kiképzőpálya. Neki ilyen lesz ilyen új lenyomat leolvasó. Rendben. Neked az éhínség az. Éhínség csíkot kéne felhúzni. Neked végül is minden, de ahogy látom, te hol szól. Hát fel is kellhetnél. Jó. Mit fogok tervezni? Arra gondoltam, hogy mikor dolgoznak, mert megnézem, mint a sose tudom. Kedden át kéne hívni Dinát, így van, és hát vele kéne folytatni tovább a viszonyunkat. Ja, igen, tudom, megcsinálom Ninát, de hát mindent ki kell próbálni. Őszinte legyek öltek. Oké. Szerintem csapjunk is a lovak közé. Drága barátom, ébredj. És menjél, intézzel a dolgokat. Ja, bocsánat, az a rossz WC, bocs. Ez a bagos WC, hihetetlen. Ő, gratulálok, szép volt. Látom, Nina, nem vagy jártas a főzésben, de ez nehogy megegy, mert én tökön rúglak. Ezt most mondom neked őszintén. Csinálj olyat, ami egyszerű. Tárolj reggelit mondjuk. Én is tudom tökélet, na. Ez könnyű. Ja nem, ez lenne a jó WC. Az lenne a jó WC, értem. Ja. Nekem az instant kaja az néhány üdítővel megoldható, értem. Ez logikus. De miről beszélsz? Hát neked... Álljunk meg. Várjál, szabad napja van, hülye gyerek. Miért akarja, hogy elvigyen engem? Nem a világos kék a szabad nap, de úgy véletlenül? Vagy én tudom rosszul, vagy én nem hiszem rosszul, mert olyan régen játszottam, higgyétek el. Nem vagyok már semmiben se biztos. Meg abban sem vagyok biztos, hogy hívtam a kertészt. Ugyan hiszem, hívtam. Szerintem megejtem. Még egyszer. Na, újra itt vagyok, néhány beállításom módosítottam, mint például, hogy a hangosabb legyen. Ez értelmes mondat volt, mindegy. Akkor inkább úgy mondom, hogy hangosabb legyen a játék, így tényleg sokkal értelmesebb. Na szóval. Akkor ezek szerint a világos kék lenne a... Elmondjátok. A munkanap. Akkor én tudom, hogy szól valószínű. Na mindegy, folytassuk. Nem eszel? Mert ha kidobod akkor picikét, sürgess magad. Szórakozás, kényelem? Akkor ez nem más, mint tévézés lesz itt a helyes megoldás. Na, szobarendszerelő, mixer. Akkor én hívtam volna? Akkor én hívtam volna kertészt, mert nem volt ott. Akkor biztos, hogy hívtam. Mindegy. Na, mi kéne? WC-zés, környezet. Ezt takarítsd el, azzal talán már előrébb jutunk. Te meg, picikét sürgés magad. És érte jött az autó. Na, irány.
Hát, nézzük. Szavasz. De akkor miért ilyen oldalasan köszönti, hogy az autónak fordultál neki, és úgy integettél. Fura. Nem fogok veled beszélni, hogy menj innen. Na jó, te meg akkor azt. De hogy mész te jacuzzizni, hülye vagy te. Eltakarítod azt. Elmész WC-re. Aztán így. Lehet, hogy mégis el kéne menned. Nem tudom. Nem érdemled meg. Nem vagyok most olyan hangulatban, hogy te most oda bemenj. És ahogy látom, már ott vannak a rovarok. Habár ez nem mindig rossz. Sőt, amikor elég jó jel. Na jó. Mit kéne neked? Hát előre vedd fel a ruhárat, mit szólsz hozzá? Nem is adottunk a civil rendőrruhás ruhában. Nem változott csakat. Hát épp ez egy civil ruhás. Ez dob ki a francba, nekünk nem kell ilyen. Tehát van hirdetésekkel. Nekünk nem kell. Mit? Nem. Kocsi! Yeah. Nem is sakkozni. Király. Na, itt a kertész. Itt a kertész. Szavasz. A virágok csádas állapotban vannak, ma nincs szükségük a szolgálataimra. Szóval, a semmiért hívtál, aki ne idegesíts. Rohadj meg. De remélem lesz valami esemény, hogy valamelyikkel valami történik, aztán nekem kell meghoznom a helyes döntést, vagy pontosabban nekik. Na, barátom. Nem előléptettek. Azért, mert akkor sírva fogadtam volna, megint előléptetek, mert az előző részben... Beszélj meg tudni. Szóval az előző részben is kétszer is előre léptették két nap alatt, szóval azért eléggé profi nyomja. Oké. Éjség. Ebédelj. Séfsaláta. Ez jól hangzik. Társaság. Meddig dolgozol? Hatig. Hatig? Négyig. Ügyes vagyok. Örülsz a manénak? Yeah. Azt a kurva eget, ennyire ne örülj. Na. Mennyi? Egy ér, remélem elcseszed. Ahogy látom, nem? És most tanul. Hopsz, telefon. Közben megjött Nina. Na, látom, te is megkosszol a logbért. Na, szóval. Menj aludni, mert ahogy látom, te állapotod elég instabil. Fejezd be az olvasást. Úgy, vegyük fel ki az. Mi van? Nyomorék, ki vagy te? El nem mondjátok. Dom Lotario. Jól emlékszem az a neve. Nincs itt, vagy meg. Buzi gyerek. Na, tedd el szépen. Azon gondolkozok, hogy mivel már van eléggé sok pénzünk, újítsunk egy picikét a székeken mondjuk. Úgyhogy én ezt a lépést meg fogom tenni, amivel kényelmesebb székeket fogok lehelyezni. Nem hangos az a nem, mert akkor sírok. Nem túl jó. Ez. Jó, ez az alap barna szín, nekem tetszik. Így. Fent is van ilyen? Én nem ott normálisan. Ó, nem is tudom, hogy nyomok egy jobb egeret, akkor egyből oda viszi a kamerát. Na, azt jó tudni. Azt a széket átöröljük, mert ez rá... Na, ez nem jutott, hogy nem is nagyon kéne, mert egy szék ott bőven még. Remélem, tényleg nem. Remélem, hogy tényleg nem hangos az lenne, Jézusom. De
nem tudok beszélni normálisan, picit lejjebb vesszük a hangot, még egy picit lehet feljebb, úgy rendben.